Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, és arról szeretnék beszélni, hogy hogyan keltsük fel a nőben a szexuális vágyat irántunk. Egyszerű. Kommunikálni kell vele, és állandóan. Lássa, hogy érdekelnek téged, kedves barátom, az ő problémái. Hát ha nem érdekelnek, akkor legalább csinálj úgy, ha le akarok fektetni. Ennek eredményeképpen a nő elkezdi látni, hogy te mentálisan közel állsz hozzá. Ráadásul, még ha azt is mondod, amit a beszélgető társad hallani akar, akkor dupla sikered lesz a nőnél. Ez egy nagyon jó pszichológiai trükk. Ugye ismerkedéskor is be kell vetni olyan módszereket, hogy a nő megkívánjon téged. Az igaz, hogy amikor a nő eljön a randira, akkor nem nehéz neki kitalálnia, hogy a férfi mit akar tőle. Erre minden nő képes, hogy ezt kitalálja. Ez azonban a nőt nem érinti fel nagyon, mert ő nem azért találkozik ezzel a férfival, hogy sperma bankká váljon. Tehát a férfinak el kell érnie, hanem is az első, de legalább már a második randén, hogy a nő megbízzon benne. Ez fontos. Mert ha megbízik benne, akkor ellazul, és utána már le is tud feküdni. Ugye el kell érni, hogy a nő azt gondolja, hogy ez a férfi nem olyan, mint a többiek. Tehát kommunikálni kell vele. Ugye egy férfinak, hogy megkívánja a nőt, elég az is, hogyha mesztelenül látja. Persze itt nem azokról az esetekről beszélek, amikor a nő teste olyan, mint egy amőba. Azonban a nőnek ahhoz, hogy megkívánja a férfit, meg kell, hogy jelenjen a bizalom, utána pedig el kell, hogy lazuljon, vagy fordít. Ezt azonban a nőben itt bent levő saját pszichológiai blokkokat akadályozzák meg nagyon gyakran. Ezért azok az emberek, akik azt mondják, hogy egyszerűen csak találkozni kell a nővel, beszélgetni kell vele, és akkor, ha szimpi vagy, már is érdekelni kezded őt, ők jól mondják. Azonban vannak speciális módszerek is, hogy hogyan oldjuk a nők agyában a pszichológiai blokkokat. Ehhez azonban tudnunk kell, hogy melyek a legfontosabb pszichológiai blokkok a nők agyában. Hát, hogy az első a félelem. Amikor először megismerkedsz egy nővel, elkapod az kis kacsóját, és már húzod is be a lakásodba. Hát erre nem minden nő hajlandó, mert lehet, hogy van benne félelem, hiszen az internet tele van olyan esetekkel, amikor a férfi először felviszi a lakására a nőt az első randén, vagy a másodikon, kiderül, hogy a férfi valamilyen aberrált, őrült, és a nő alig tud megmenekülni, ha egyáltalán meg tud. Második blokk. A nő nem érzi magát komfortosan veled a randin, vagy nem tetszel neki külsőleg. Persze az interneten rengeteg jó módszert ajánlatnak, például menjetek el fagyizni, menjetek el kávézni. Na de hogyha az első kávézáskor azt mondod a lánynak, hogy figyelj, fizesd már ki a te részedet, hát akkor leblokkol, és nem valószínű, hogy nagyon szimpi leszel. Utána már a tizediknél, ha ő maga felajánlja, akkor viszont fogadd el mindenképpen, mert az egy jelzés arra, hogy tetszel neki. Nem is szól, hogy a tizedikig azért illendő egy nőt lefektetni, mert ha nem, akkor inkább ott kell hagyni. Hiszen modern korban élünk, nem az őskorban. Ha nő pénzt kér tőled, az a férfiban is diszkomfortot okoz. Mondjuk a nő azt mondja, elmentek egy jó helyre ebédelni, azt mondja a nő, hát most szívesen fizetném a saját részemet, de nincs nálam pénz. Ez így egyszer még elmegy. De ha már másodszor, meg harmadszor, akkor jobb az ilyen nőt hanyagolni, mert ő egy merkantilis teremtés. De térünk vissza a női blokkokra. A diszkomfort blokkja akkor merül fel leginkább, amikor a férfinak és a nőnek nincsen közös együttérzési, közös érdeklődési köre,
És ilyenkor gyakran úgy érzik magukat, mint egy kínai vendégmunkás, egy törzsgyökeres budapesti fehér emberrel, akik bent rekedtek egy liftben órákra. Következő blokk. Amikor a nő úgy érzi, hogy á, ez neki nem kell. Például az első randin felmész a nő lakására, ott lefekszel vele, és mikor megtörténik a dolog, utána ott hagyoz. Ez komoly csapás lesz a nő önértékelésére. De amikor már komolyabb viszony, akkor is megjelenhet ez, hogy a nő azt gondolja magában, á, nem érdekes ez az egész. Ilyenkor vagy rájött, hogy ő nem bízik mégsem a férfiban, vagy rájött, hogy a férfinak szeretője van, vagy pedig lenézi a férfit, mert a férfi nagyon sok kérdésben alá kerül a nőnek. De hát erről majd egy másik videómban beszélek, hogy ezt hogyan oldjuk meg. Negyedik blokk. A fizikai vonzalom hiánya. Amikor a nő látja a férfin az első, második, már a harmadik randin már jól látja, hogy ez a férfi megalázkodik előtte, hát akkor úgy kezd lassan elmúlni a fizikai vonzalma. Minden férfi egy erős, bocsánat, minden nő egy erős férfival szeretne lefeküdni, ami meg fog döbbenni, kedves barátom, nem a fizikai erőben nyilvánul meg. Jó, hát még 18 évesen lehet, de már 30 éves kora körül a nő a belső erőt keresi a férfiban. Persze itt arról van szó, hogy a férfi úgy néz ki, mint egy amőba, akkor persze fizikailag sem fog megtetszeni. De mikor látja a nő, hogy megalázkodik a férfi, csak azért, hogy lefeküdjön vele, az első randira már virágot hoz, a másodikra is, a harmadikra meg már bombont is. Ez a férfi megalázkodása. Ilyet ne tegyünk, kedves barátom, mert abból nem lesz egy jó kapcsolat soha. Hogyan kell oldani a női blokkokat, amik itt vannak szegény lányoknak nagyon gyakran belül? Első módszer az alkohol. Az alkohol minden pszichai blokkot felold. Csak vigyázzunk, hogyha második randi már felmegy a nő a lakásodra, akkor nehogy leitasd nagyon, mert akkor közelebbi ismerettséget fog esetleg kötni a fürdőszobában levő barátoddal, és hát abból megint nem lesz szex. De ha egy kicsit leíthatod, akkor viszont nyomulj rá. Akkor nem szabad az időjárásról csevegni 2 óra hosszat, mert a nő elalszik. Hát látod, hogy már jó hangulata van, ellazult, akkor hajrá, vesd be magad, mutasd meg, hogy milyen férfi vagy. Ezt a nő utólag mindenképpen értékelni fog. Azt is tudjuk jól, hogy a nő, amikor berúg, akkor bizony hajlandó idegen pasival is szexelni, vagy egy kollégájával egy ilyen munkahelyi bulin. Következő módszer. Kommunikálni kell sokat a nővel, és beszélgetni. Ugyanis a férfi és a nő pszichikuma nagyon erősen különbözik. A férfi akkor kezd megbízni a nőben, amikor ez a nő már valamit segít neki, de a más férfival is akkor bízik meg, ha a férfi segített neki. Mondjuk látja, hogy a nő kivasalja a ruháját, vagy mos rá, vagy finomat főz. Tehát valamit segít a férfinak. Addig nem. Addig is kívánja őt, mert a férfi másképp van felépítve, addig is le akarja fektetni, de megbízni nem bízik. A nőnek pedig nem az a fontos, hogy te nagy ember legyél a munkahelyeden, rengeteg pénzt hozzál haza, nem ekkor bízik meg benned, hanem akkor, ha elbeszélgetsz vele, lelki beszélgetéseket folytatsz, esetleg néha-néha csak egy romantikus vacsora. Minden alkalommal nem kell, mert azt a nő megunja. A nők nagyon aranyos és kedves teremtések, azonban a férfi számára érthetetlenül olyan dolgokat unnak meg, amiben a férfi bele sem gondol. Ezekről majd más videóimban beszélek. De hogyha minimum 30 percet beszélsz vele naponta, akkor a nő úgy érzi, hogy ti rokon lelkek vagy.
harmadik módszer, hogy hogyan old a pszichológiai blokkokat, ez pedig a pénz. Bizony, bizony, a pénz, kedves barátom. Azt mondod, hogy neked nem sok van. A kevés is pénz. Ha a nő látja, hogy neked ennyit van, és ebből annyit adsz, akkor már lelkesedni fog. Hiszen a normális nő tudja, hogy nem mindenkinek jut királyfi, nem mindenkinek jut milliárdos. És ő el tudja fogadni a keveset is. Hát aki meg nem normális, hát sorry, attól igyekez megszabadulni. De nézzük, hogy a pénz hogyan oldja a női pszichológiai blokkokat. Hát nagyon van. Tehát, ha egy eszkort hölgyet akarsz, akkor fizes. Ha prostit akarsz, akkor fizes. Ha párkapcsolatot akarsz, akkor fizes. Ez a férfiak sorsa. Ja, bocsánat, a párkapcsolatban ezt úgy hívják, hogy ajándékok, virágok, kis ajándék, nagy ajándék, na nem lakás, csak nagyobb ajándékok, bombon, szebb cuccok, aminek a lányok mindig örülnek. Tehát a nőnek persze kellemes, hogyha a férfi ajándékokat ad, rögtön ellazul, a gátlásai eltűnnek, de vigyázz, kedves barátom, hogy ezt ne tedd túl gyakran, mert akkor megszokja. Ez olyan, mint a mákos tészta esete. Hát ha az ember minden nap finom mákos tésztát eszik, akkor már 2 hét múlva azt mondja, hogy fúj. Hát akkor már nem fogja értékelni a szuper ajándékaidat. Néha azért el kell hívni a lányt vacsorázni, amit te fizetsz, hogy lássa, milyen gáláns úriember vagy, és akkor megint csak oldódnak a gátlásai. Tehát meg kell találnod mindebben az arany középutat. A következő módszer az első randizóknak arra, hogy kiverjük a blokkokat, a negatív blokkokat a nő agyából. Ez a nyomás, a nyomulás, a rányomulás. Például felviszed a nőt a lakásodra. Az első randin, vagy a másodikon. Felviszed, és akkor leülsz egy kávé mellett, elkezdesz csevegni róla, vele, arról, hogy milyen az időjárás, hogy milyen a divat, és így eltelik 2-3 óra, na hát abból nem lesz semmi. Nem, hanem látod, hogy kicsit lazult a hölgy, akkor rögtön nyomulj rá. Rányomulsz, hidd el, meg fogja magát adni, nem fog elmenekülni. Tehát ilyenkor nem érdemes a kedves aranyos férfit játszani, hanem egyszerűen le kell támadni a nőt. Ezt egyébként minden nő szereti. Hát aki ellenáll, azzal jobb, ha nem találkozol többet. Hiszen tudta jól, amikor felment a lakásodra, hogy ez mit vonz magával. Persze vannak pszichikailag beteg nők, frigid nők, az akkor jobb, ha nem is randizol. Azért azt rögtön mondom, hogy hosszabb viszonyokban, mikor már régóta ismered a nőt, ez a fajta nyomulás nem biztos, hogy működik. Hiszen, hogyha hosszabb viszonyokban hirtelen nem akar veled lefeküdni, akkor ott más okok vannak. Ott, ha nyomulsz, az csak ront a helyzetem. Következő módszer. Megismerkedsz a nővel, és persze tudjuk, minden nő manipulálja a férfiat, hát ők ilyen kis aranyosak, nem tettnek róla, így születtek, nem baj ez. De te mondjuk átlátsz a manipuláció, és nem hagyod magad. Csak akkor, ha ez pozitív, és te is egyetértesz vele. Egyébként nem. Ezt a nő észreveszi, és értékel téged, ezt értékeli benned, és szerelmes lesz beléd. Ilyenkor, amikor a nő pszichológiai blokkjait oldani kell, akkor a férfiak háromfajta hibát követnek el. Első, próbálod kitalálni a gondolatot, és teljesíteni azt. Ha ezt teszed, akkor a friendzónában maradsz. Semmi nem lesz. Ezt jegyezd meg, jó kedves barátom, hogy ne menj alá a nőnek.
amikor beszélgetsz vele bármiről, akkor neked is jó érzéseid kell, hogy legyenek. Ha elmész vele valahova, ahova ő szeretne, azt jó érzésekkel, hogy megtehet. Ha rossz érzéseid vannak ezen okból, akkor nem menj vele sehol. Jó, tedd. Sose add fel a saját érdekeidet csak azért, hogy egy nő lefeküdjön veled, mert akkor nem fog téged értékelni. És utána már ennyi szex sem lesz. Ez gyakori a párkapcsolatokban, nézz körül. 40 éves kor után a régi párkapcsolatokban hányan fekszenek le egymással? Mondjuk 2 havonta egyszer, vagy évente egyszer. Pont ezekből az okok. Vagy előfordulhat, hogy a párod a YouTube-on egy pszichológus nőt hallgatott, aki aranyosan elmesélte, hogy hát bizony a férfinak lovagiasnak kell lennie, ezt csinálni, azt csinálni, ilyen ajándékot hozni állandóan, olyan ajándékokat hozni állandóan a nőnek. És a te nőd ezt elhitte, bevette, hisz ez olyan klassz. Jó, tehát még egyszer, hogyha az első randin nem rohanod le, vagy a másodikon, akkor a lány komolyan elkezd gondolkozni azon. Hát legalább csókolózni kell. A lány komolyan elkezd gondolkozni azon, hogy miért nem csókol meg ez a srác? Lehet, hogy impotens? Vagy lehet, hogy a fiúkat kedveli? Hát akkor már nagy a baj. Ugye a párkapcsolatban a férfi gyakran fél attól, hogy a párja haragszik rá, hogy kiabál vele, Jézus Mária, már megint mit követtem el. Ha ilyenkor alá megy a nőnek, akkor az még inkább haragudni fog rá. Arra azért koncentrálj, kedves barátom, hogy senkinek a párja nem királynő, a te párod sem királynő. Királynő nem sok van a világban, Magyarországon nincs is. A párod az lehet egy kedves, aranyos nő, akivel jól éltek, megértitek egymást, de nem királynő. Köszönöm, hogy megnéztek, kérem lájkoljanak és iratkozzanak a csatornára, viszontlátásra.